Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A hold az kihat az életünkre, az érzelmeinkre. Egy csillag, amit mi Nunkinak nevezünk, kihat a mostani hold mozgásra. Ez a Nunki, ez utal egy helyre, ami erőt ad nekünk, vagy egy szent helyre, és erre most szükségünk van. És most bepillantunk a kártyák világába. Egy szerelmi jóslás. Itt látható egy fiatal férfi, aki átnyújtja szimbolikusan számodra ezt az aranykelyhet, ami az érzelmekre utal. Ez lehet egy fiatalabb férfi is, de azt is jelentheti, hogy a te lelki társad nyitott érzelmekről beszélni, de olyan lassan, óvatosan, kicsi lépésekkel közeledik hozzád. Itt látható az angyal a háttérben, aki óv benneteket. És itt van a kezében a kehely, érzelmekre utal, és mutatja a belső nyugalmat, a belső egyensúlyt is. Itt is látható, hogy ez a férfi nyújtja feléd ezt az aranykelyhet, de mivel olyan óvatosan közeledik hozzád, lehet, hogy nem bízol benne, és olyan zárkózott vagy. Itt megvan a közeledés, ez itt is látható, megvan a belső nyugalom, a belső egyensúly, de te nem veszed ezt észre, mert ő ezt nem nyíltan mondja ki, hanem olyan óvatosan közeledik hozzád. Egy kártya kiesett a csomagból, amit mi eltávolítunk, mert ha arról van szó, hogy kiesik, akkor arra nincs szükségünk, tehát ez elmúlt. Ezek a feszültségek már elmúltak nálad. Itt a képen újra a kelyhek láthatóak, tehát utal érzelmekre. Itt a gyermekkorról van szó, a múltról, egy kis nosztalgiáról. Azt is jelentheti, hogy valaki gondol rád a múltból. De itt voltak a múltban sebzett emlékek is, és ez korlátozza őt, vagy téged, vagy mindkettőtöket. Itt a háttérben a botok olyanok, mint egy kerítés, ezen át kellene mászni és lezárni a múltat, ezeket a fájdalmas emlékeket. És ha így van, ha sikerül ettől megszabadulni, akkor itt látható a szerelem, és ez nagyon örömteli lesz számotokra, hiszen itt megvan az égi beavatkozás is, és szerencsét hoz. Itt a múlt, az emlékek, ezek lehetnek fájdalmas emlékek is, ezt lezárjátok, és akkor itt van ez a nagy szerelem kettőtök között. Ezek a botok jelentik az irányokat, a lehetőségeket, nem csak a párkapcsolatot illetően, hanem a munkahelyet vagy a családi kapcsolatot illetően is. Sőt, ezek lehetnek utazások, külföldi kapcsolatok is. De kell választani egy célt, mert az a fontos, hogy odafigyelj, odafektesd be az energiádat. Tehát kell egy új irány. Vagy ő választ egy új irányt.
Itt látható ez az uralkodó, és az azt jelenti, ti uralkodtok a helyzet felett. Itt látható a római 10-es szám, ami jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Itt még sokat cipeltek. Ezek lehetnek negatív gondolatok, félelmek, bizonytalanságok, de jelentheti azt is, hogy sok a munkátok. Fáradtak, kimerültek vagytok. Valamit el kellene engedni. Itt az első képen is arról volt szó, hogy ne minden irányba tekintsetek, mert ez túl sok, hanem válasszatok egy célt, vagy egy irányt, egy utat, és az megfelelő ahhoz, hogy uralkodjatok a helyzet felett, az élet felett, a gondolataitok, az érzelmeitek felett is, és akkor nem lesz meg ez a nehéz kezdet. Valamit le kellene zárni, elengedni, vagy valakinek nemet mondani, hiszen ez a kép, ez is azt jelentheti, hogy valaki kihasznál téged. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!